a kaluska hozzávalói. 40 deka rétes vagy finom liszt, 2-3 darab tojás nagyságtól függően, só 2 teáskanálnyi, víz 2,5-3 decilliternyi. Egy fazékba tégy vizet forni és adj hozzá sót. A kimért liszthez szintén adj 2 teáskanálnyi sót. A leütött tojásokat habosítsd föl, és add hozzá a liszthez. Víz hozzáadásával dolgozz ki a tésztát. A kidolgozott tésztából tégy halmokat egy vizezett deszkára, és egy kés segítségével szaggasd azt a forrásban lévő vízbe. A kiszaggatott tésztát forrald másfél-két percig. Szűrd le, öblítsd le hideg vízzel, és tedd egy tálba. Önts egy kevés olajat rá, és sózd meg. Tálalhatod kedvenc, szaftos ételeiddel. Legyen ízes a napotok, sziasztok!